Sziasztok, Szecsi vagyok, és ez itt a GFF. Ma egy új játékot hoztam, ami nem más, mint a Hellgate London. A játékról, hát nem árulkodok el semmit, ha ezt át kell élni. Ez szerintem egy bitang jó játék, gyönyörű, szép, nagyon igényes, nagyon hosszú, és egy idő után kurva nehéz. Na, ilyen egy karakterválasztás. Igazándiból végig tudom ugrágatni, el is mondom igen, hogy mik vannak. Pengemester igazándiból két karddal vív, elég erős, egész jó kezdő karakternek. Idéző, hát ezt kezdő karakternek ajánlanám a legkevésbé, mert ezzel nehéz bánni, tehát ilyen kis szutykokkal küzd, plusz ő még varázsolgat, de nem éppen a legerősebb. Energiamágus, sima varázsló, mesterlövész, kedvenc karakterem, ez is leszünk, beírom, hogy Szácsi, az vagyok én. Ezen kívül van mérnök, ez partiba betegesen erős lenne, single, de szerintem annyira nem vagány, és az őrző, tehát a legerősebb karakter szerintem, baromira erős. Ezt egy kicsit visszavesszük, ezt egy kicsit föltoljuk, viszont én mesterlövésszel akarok lenni. Ennek full magasság, minimális testtömeg, és igazániból pont nem érdekel, hogy néz ki. Oktató tippek átugrása, kezdjük! Russell Square. Igen, egyszer csak így oda leszünk az utcára, tehát semmi bevezetés vagy valami. Igen, itt akkor beszélünk murmurról, ilyenek mennek fölöttünk, de soha nem lehet őket meglőni, tehát ez ilyen animált cuccos, tehát addig föl lehet lőni, igen, aztán pont. Jó, mindent szét kell lőni, ez egy kicsit azért bosszantó volt, mielőtt megkérdezitek, nem innen jöttem ki. Mindent szét kell lőni, ez egy ideig eléggé bosszantó, egy idő után viszont azért úgy örülünk neki. Ám most kaptunk pénzt, ezek nem támadnak, nem csinálnak semmit itt az elején. Itt is pénz, egészségügyi injektor. Tehát itt még az ellenfelek, vagy az ellenségek nem bántanak. Aminek úgy igazán nem tudtam örülni, viszont szét kell szednünk a cuccainkat, azt majd megmondom miért. Így szedjük szét, és akkor kaptunk belőle semmit. Hát jó, akkor nem kaptunk semmit. Akkor mindegy is. Van benne ugrás, tehát annak azért sok hasznát fogjuk venni. De nézd meg, ilyen zombi, érted? Itt vagyok előtte. Nem hagyom kimenni, hogy visszamenjél, buksi. Appá, megtámadtam, és levette a pajzsomat együttéssel, de nem sebzett. Amit nem értek, hogy most miért, és a pajzsom egyébként, mint látjátok, el is indult visszafelé, ez a balos sorokban, ez egy, kettő. Igen, itt, mint a Final Fantasy-ben elkezdjük csapkodni a tovább gombot, és murmur jön utánunk, mivel mi vagyunk a hős. Ezekben nem volt semmi. Életet veszíteni igazániból az elején elég nehéz. Személyáthelyező berendezés. Azt a rohadt. Ne ijeszgessé, hülye gyerek, itt beleépül a platformba. Itt lent van valami? Húzd már vissza. Igen, ilyen eléggé akadozva, de szépen szétcsúszkál itt a célkeresztünk, mint a Counter-Strike-ban a nagy kaliber. És utána azért babra visszahúzni, tehát szépen papásan indul el visszafelé. Megnézitek? Tü-tü-tü-tü. Itt beszélünk altai lovaggal. Kicsit tudom mondani a nevét, de olyan szép, mint a rohadás. Egy ilyen... Jó, igen, tárgyat átveszünk. Mi a guggolás? Új, igen, van itt ilyen kis cuccunk. Itt lehet látni, találd meg murmur, találd meg a bukott szeráfot, mit tudom én, itt küldetések vannak. Hát igen, itt szétszedtek mindenkit. Nincs guggolás. Várjunk csak, de kell lennie. Azt mondja, hogy ugrás, de guggolás nincs. Fordulás, minitérkép, napló, barátlista. Nincs,
Nincs guggolás. De hát akkor nincs. Elnézést. Meg is se tudhatok mindent, tehát nem játszottam a játékkal ides tovább. Három néven négy. És tudom, valahogy így. De ezeket mindet szét kell lőni, mert fejlődünk, és hát még az ilyen szánalmasaktól is, de valamennyicskét fejlődünk. Úgyhogy elszaladunk, leülünk mindenkit. Szerintem ez volt, nem ez volt. Azt figyelj. Hey! És ennyi volt, tehát itt ez tényleg ennyi volt. Pont nem adja meg annak a lehetőségét, hogy már az első pályán, ahol még nem csináltunk semmi érdemlegesen, na azt nézd meg. Ez ott a farkádnak, nem tudom minek. A hajónak. Hogy éppen nem csinálunk semmit, de nem fejlődhetünk egy szintet, tehát nem. Úgyhogy. Na így néz ki egy őrző, ez ilyen Tesco gazdaságos őrző, tehát ilyen. A foszforeszkáló bajusszal, tehát. Na ez visz mindent. Ezek a villámkardok, vagy elektrosok kardok, na nem tudom, hogy kell mondani, ezek nagyon királyul néznek ki, bár mondjuk a tűzkard az jobban fekszik. Majd ezt is egyszer megmutatom az egyik videómban. Lehet itt ilyen akrobata mutatványokat csinálni, hogy végig tudunk szaladni a korláton, mint a... Jó gyerekek, juhú! A nézet az így is van, tehát nem csak ez az FPS nézet, hanem ilyen Tomb Raider nézet. Igazán ez se rossz. Nekem kifejezetten tetszik, tehát hogy azért körbe tudunk nézelődni, meg mit tudom én, de... Hát inkább így hagyom. Így szoktam meg csak az miatt. Tehát el is felejtettem így első neki futásra. Nagyon jó, és akkor tudok kell futni mindenkihez, hogy elkérjük a küldetésünket, el kell menni neki a lábáért, nála zombikat kell ölni, mint az űrűt. Jó van. Oké, most akkor oda kell mennünk. Ha mondjuk, amikor a lábért kell mennünk, akkor meg fognak minket szivatni, és nem mondták, hogy ha hülye gyerek, hát észre mennyi. Én meg hülye megindultam előre. Na de hát mindjárt meg is tudom mutatni, hogy miért mondtam ezt, hogy észre kell meglódulni. Itt már kimegyünk Londonba. Ha itt azért már lehet látni, hogy itt már egyéb egzotikumok is vannak. Az egyetlen negatívum az, hogy innen igazániból nem tudunk kultúráltan lőni. Csak elég babrásan. Ilyenkor meg szívhatjuk a fogunkat. Oké. Okay. És akkor leülünk, az lelőve. Az ilyen behemott dögöket nehezebb egy kicsit lelőni. Főleg ha lejön alánk, mert csak úgy tudunk lenézni magunk alá, hogy ilyen nézetben van, ilyenkor ez a maximum, amit le tudunk nézni. Tehát így tudunk csak magunk alá, meg magunk fölé nézni. Tehát ezt valahogy úgy nem tudtam megérteni, tehát azért is használom inkább ezt. Aj, de súnyogsz! Hopp, az is lelőve? Azt elérjük? Nem érjük el. Az a jó, hogy itt olyantól nem kell félnünk, hogy hát az ő főkel és akkor úristen van, hanem itt mászkálnak, tehát itt a zombik azok mindig mennek. Itt mindent szét kell lőni, tehát csak találunk valami érdemlegeset. Egyébként szerintem már találtunk is. Munkásnadrág. Nekem az is jól jön. Szétszedjük, kaptunk belőle megint semmit. Azt nem tudom megérteni. Darab cuccot szétszedjük és nem kapunk belőle semmit. Csak... De még hulladék maradna, vagy valami. Az is megölve. Az is megölve. 10 zombit meg kell ölni. És akkor, hogyha 10 zombit megöltük, akkor utána... Ugye jó erős vábaveregetést csinálhatunk magunknak. Király vagy, tudom. Úgyhogy... Ezek még itt gyengék, nem kis elesettek. Aztán mindjárt jön a poénosabbik része. Juhú! Ezt is lelőjük, ezt is lelőjük. Nem tetszenek ezek a hangok, ezek sose tetszettek. Az mi? Halálféreg.
Aláféreg az. Kettes szintű démon. Oké. Ez is megvan. Ez is megvan. Ostrot. Igen. Tantorus az, akit meg kell ölnünk valamilyen úton, módon. De az a probléma, hogy fogalmam nincs, hogy hogy. Mert ezt halálni akkor egyszerűen nem lehet. És attól parázok, hogy észrevesz. És az a baj, hogy Tantorusban van benne kis Joy műlába. De amint ránézek, azonnal azt mondja, robbanó anyaggal telő gránátot, hogy ereje 90. Aha, kritikus találat esélye 4%-kal nő. Ezt itt mindig úgy kell, hogy vissza kell húzni. Tehát itt a tartalékot mutatja, hogy éppen hogy csak, és akkor amikor egyszer csak elfogy, akkor ciki van. Én viszont ezt akarom behasználni, mert aha. És akkor ezt beállítjuk egyesnek. Ez meg ilyen kúra. És akkor most ez így néz ki. Az igazán nem volt olyan rossz, csak az kizárásos alapon pocsék volt. Nem parázok én Tantorusztól, hogy észrevesz gecóhoz, kinyír egyből. Vagy ennek talán még nincs olyan erős. Ó, hát szevasz. Ez kell nekem ide. Ha én ide felugrálok, azt el se ér. Na gyere, te csöves hó vagy. Gyere, te rohadék. Na ott rázd a seggedet. Na ilyenkor örülök, hogy nem fogy a mana. Na, menjünk egy kicsit közelebb hozzá. Hűha. Ez így egészségtelen. Au. Új. Menj innen. Sütsz. Ne rázzad már magadat, hát. Oké. Okay. Most már észrevetté. Most már jöhetné. Na most már jön. Ne elmenjé. Az az. Ó, vaze. Ne rázzad itt a s... Akkor is én győzlek. Oké, és akkor mindjárt meg vagyunk, mindjárt meg vagyunk. Mekkora Uber király vagyok. Hú, és szépen, hát azért ilyen még nem igazán fordult elő, hogy elsőre véletlenül bármi összejöjjön. Úgyhogy én most kifejezetten büszke vagyok magamra. Na, menjünk haza. Futi, futi. Az a baj, hogy nincsen. Ú, személyát helyező berendezés. Na és akkor ilyenkor csinál egy ilyen akcióbűvülést. Ó, és akkor egyből az állomáson vagyunk. Úgyhogy ilyenkor nem kell visszarohangálnunk, hogy mit tudom én, ilyenkor itt így főkelünk itt. Úgyhogy nagyon jók vagyunk, és akkor itt leadjuk a két küldetést. De enne megnézzük, hogy mit kaptunk. Ezt köszönöm. Nagyon jó.
megkapjuk Ward falábát, fantasztikus, semmi másra nem vágytam, mint a falábára. Rohadjon ki a lába a helyéről. Megvesszük, oké, okay, és akkor most itt nyomunk egy ilyet. Szétszedjük, meg ezt is szétszedjük, meg ezt is szétszedjük. Semmit nem szabad eladni, mert ritka hulladék, áldott szilánk, fú, hát ez sokat érnek az, nem az ilyen cuccok. Mondjuk ezért lehet, hogy a kabátot átvehettem volna, mielőtt eladom. Hülye. Ez kell, azt tudom. Ez is kell. Akkor itt rámegyünk az inventory-ra. Ezt berakjuk, meg azt is berakjuk, ugyan alá. És akkor most már van. Egész tűrhető. Hát ebből semmi nem lett. Ezt valahogy nem tudom megérteni. Akkor van ilyen nanoműhely. Lehet turingolni a cuccainkat. Azt tudom, hogy ide kell. Ez a fegyverhez, ehhez sima hulladék kell. Meg itt van egy fejlesztendő tárgy, és akkor itt ír egy két technológiai komponens, abból egy van, meg kettő hulladék. Már mondjuk három ritka hulladékom van, de van valahol szekrényem. Á, itt van. Igen, ez kell nekem. Itt szépen áthozogatjuk a dolgokat, mindent meg kell tartani. Ezért mondom, mert fejleszteni lehet, és így majdnem hódingyé fejlesztjük a cuccainkat. És ezért nem mindegy. Nem mindegy, menjünk ki a... azt hiszem ő is oda küld majd. Aha. Igen. Igen, erre kell most szaladni. Igen, itt bent nincsen lövöldözés. Nagyon jó, nem még ezt a két küldetést megcsinálom, aztán szerintem igazándiból ennyiből bemutattam, hogy hogy is néz ki. Mondd, hogy nem láttál meg, mondd, hogy nem láttál meg, mondd, hogy nem láttál meg, jó. Ah, most már meglátott. Visszamenjé! Sitz. Jó van. Hát ez úgy jött össze, hogy én terveztem. Ez pontosan így akartam. Igen, mindent szétlőttem, kivéve azt, amit én akartam. Nagyon jó. Jaj, jó. Igen, menjünk. Lefelé? Persze. Hova máshova? Meddig megyünk le? Elértük a hármas szintet. Már milyen gyerek királyok vagyunk. Ja igen, ennek a kis köcsögnek, ennek már van ezért a védelme. Vaj! És elég erősen támad, ha úgy akarja. Hogy rohadnátok ketté. Egy mínusz. Két mínusz. Jó van. Ez gyorsan meg volt. Aha. Aha. Oké. Okay. Igen. Az is megvan. Ott. Igen. Jó. Wow. Ne szaladgáljál. Hát vannak ilyen rohadt nagy dögök ezek igazándiból. Nem félelmetesek, nem erősek. Meg vannak az ilyen verzombik. Ez félelmetes és erős. De most ahogy nézem, egyszerre találkoztam mind a hárommal. Úgyhogy ennek most így örülök. Doboz! Mit kaptunk? Négy palládiumot. Hát ez nem sok. Tak, szét is ugrott. Az odavágott Wecker. Jut eszembe, szereztünk cuccokat. Nem? Kondenzátor, meg energiafeltöltő fiol, lesz, nem lehet szétszedni? Miközben megyünk, folyamatosan tágul ki a mi a tököm célkereszt. Aha. Gyere te kis köcsög. Egy. Abba sincs semmi? Vagy sincs semmi? Vagy sincs? Nem? Nem? Hát? Ja igen, nagy valószínűséggel akkor azért nincsen nekem googolás, mert
Mert én akkor túl sokat tudnék célozni. Az Isten fáját neki. Jöp, szava. Meg egy kondi. Tér vissza te Kovács 101-hez. Asztrot! Oké. Igen. Igen. Hop. Igen, ilyen 100-150 méterről is be lehet gyűjteni szépen ezeket. Cuccokat. Most gondolkozom azon, hogy ezért, hogy én... tűzgyorsaság 115%-kal nő. Pontosságra kell hajtanunk izombó, mert különben bajban leszünk. Igen, mert a mesterlövésznek a pontossága a legfőbb célja. Ez a nem hajlandó megdögleni kategória volt. Tehát azért aztán most már van valami sejtésetek arról, hogy... hogy... miért is kell a pontosság nekem olyan nagyon. De mindegy is, menjünk vissza, sőt, hogyha jól... Igen, itt van mapunk is, a tab megnyomásával. Ez az egyszer, megnyomom még egyszer, és akkor így kiadja. Aminek igazán rohadtul tudok örülni, mert azért hogy sok mindent megmutat, meg elég egyértelműen mutatja itt a térképet, hogy merre kell mennem. Úgyhogy aki eltéved, az bőséggel. Leadom a küldetést, és remélhetőleg kapunk olyan cuccokat, amiket szét tudok szerelni, vagy legalább fel tudok használni. Szétszereléshez. Telkovárt 101. Áttörés 5-tal. Mit kaptunk? Nadrágot. Úgy nagyon jók vagyunk, hát... annyira boldog vagyok, hogy el kell adni rögtön. Na, azt mondja, hogy ezt berakjuk ide. Ezt oda, ezt szétszedjük. Mit kaptunk? Lopcse. Kevéske pénzt, de köszi. Ízzünk fegyvert, valami épkézlábat. Az azért tetszik. Azért ez nem rossz, tehát ez négy fejlesztéssel működik. Hát az kurva jó, az nekem nagyon kell. Oké, és akkor most ezt így ehelyett berakom, meg amúgy is erősebb. Ezt szétszedjük. És megint nem adott semmit. Megint nem adott semmit. Szóval, hogy nem tudom megérteni. Ja igen, van ilyen állomások közti terminál. Ez amint lesz több állomásom, akkor itt ki lesz jelezve. Az majd a következő videómba fog beleférni. Ugyanis szerintem pont most fog Murmur tovább küldeni erről az állomásról. Igen, ott az Covent Garden állomásra. És akkor az úgy néz ki, hogy... itt van Covent Garden környéke, és onnan tudunk az állomásra menni. Úgyhogy, de az majd csak a következő videómban fogom megmutatni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztetek. Ha tetszett a videó, lájkolj mindenképpen, valamint ha eddig nem tetted, megiratkozz fel a csatornámra. Ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor mindenképpen várom a kommenteket, hogy miről csináljak. Úgyhogy köszönöm szépen. Sziasztok!